A futball szezon egyik legfontosabb meccsére készülnek Milánóban. Az olasz város két csapata, az Inter és a Milán szerdán egymás ellen játssza a Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzését. Milánó hagyományosan két részre osztható a szurkoló táborok alapján. A város már hétfő óta a meslázában ég. Ezúttal azonban külföldről is nagy érdeklődéssel figyelik a két rivális összecsapását. Honnan jöttél? Katarból. Nézed majd a szerdai meccset? Persze, csak ezért jöttem. Sportújságíró vagyok Szaúd-Arábiából. Az Internek szurkolók remélem bejutnak a döntőbe. Lengyel vagyok, és Londonból utaztam ide a meccsre a barátaimmal. Szerintem egy-egy lesz a végeredmény. A meccs már az olasz futball összes jegyeladási rekordját megdöntötte, több mint 10 millió euró a bevétel. Közel 80 ezeren lesznek a stadionban. Vannak, akik több ezer eurót fizettek a jegyeikért, akik pedig nem jutnak be, a környező kocsmákban nézik majd a meccset, mondta az Euronews riportere. Az összes asztalunkat lefoglalták pár óra alatt, mondta ez a kocsma tulajdonos. Körülbelül hány embert várnak ma a kocsmába? Nagyjából 70-et beltére és 100-at a teraszra. Un centinaio di persone in mezzo alla strada ci saranno. Az elődöntő két mérkőzése valószínűleg az utolsó nagy esemény lesz a milánói San Siro stadionban, mielőtt lebontják. Az európai futball emblematikus stadionja így méltóképpen búcsúzhat a szurkolóktól.